Minden ember természeténél fogva boldogságra vágyik, és boldogságra született erre a világra. De mi is a boldogság titka? Az egyik az elfogadás. Elfogadni azt, mikor, hová született, milyen testben, milyen lehetőségekkel, milyen adottságokkal. Ezeknek a gyerekeknek, akik itt élnek, akik itt tanulnak és nevelődnek, biztos nehéz volt elfogadni, hogy ők nem olyanok, mint más, nekik nincs családjuk, nincs apuka, nincs anyuka. De el kell tudni fogadniuk, és örülhetnek annak, hogy egy nagy családra találtak, és olyan körülmények között tanulhatnak és nevelődhetnek, élhetnek, amely körülmények egyre javulnak, és ez a mai kápolna átadás is lehetőség arra, hogy magukba szálljanak, csöndben imádkozhassanak, hálát adjanak Istennek az életért, hálát adjanak Istennek azért, hogy ilyen körülmények közé kerülhettek, és hogy rájuk is egy szép, egy normális ember élet vár. Nekünk is el kell tudnunk fogadni, hogy ide születtünk erre a gyönyörű szép helyre, és ilyen körülmények közé, ami nem biztos, hogy nagyon jó, de mindent megteszünk azért, hogy jó legyen. És el kell tudnunk fogadni, és büszkének lenni arra, hogy magyarnak születtünk, és magyarként kell élni az életünket. Mert ez a küldetésünk, Isten ennek rendelt minket, és erre ezt vállalnunk kell. A másik fontos dolog, ez tudni örülni, megtanulni örülni. Nagy titok, mindig örülni a mának, nincs semmi más, csak a mai nap. Örülnünk annak, örültünk a mai nap annak, hogy ez az átadás, kápon átadás megtörtént. Örülhetünk annak, hogy van egy óriási nemzeti összefogás a Kárpát-medencében, hogy van egy magyar összefogás itt Kárpátalján, és hogy Magyarország, a magyar nemzeti kormány a nehéz helyzetünkben nem feledkezik meg rólunk, nem dob el minket, hanem minden támogatást megad. Örülhetünk annak, hogy nehéz helyzetünkben szociális, karitatív és gazdasági támogatást is kapunk, hogy intézményeink, oktatási, egészségügyi, egyházi intézményeink felújításra kerülnek, és hogy ezek a támogatások számunkra lehetőséget biztosítanak arra, hogy itt a szülőföldén megmaradhassunk, magyarként megmaradhassunk, és egy jobb élet lehetőségeit megteremthessük. És a harmadik, ami szintén nagyon fontos, talán legfontosabb, amit Madács megmondott az ember tragédiájában, mi a dolgunk a világban, ember küzdi és bízva a bízzál. Küzdenünk, küzdenünk létért, küzdenünk egy jobb világért, az igazságért, egy igazságosabb világért, jobb életkörülmények megteremtéséért, küzdeni meglévő jogainkért, elvett jogainkért, bátran és bölcsen, kitartóan, és bízni abban, hogy ez a küzdelem nem értelmetlen, és hogy ez a küzdelem eredményes lesz. Mi itt vagyunk, megmutatjuk, hogy itt vagyunk, és megmutatjuk, hogy magyarként meg tudunk maradni. Ez a célunk, ez a feladatunk.